A nyolcaddöntő utolsó két párharca rengeteg izgalmat tartogathat. Japán és Paraguay összecsapása 4 órakor kezdődik, majd este 8:30-kor a szomszédok csatája, azaz portugál-spanyol összecsapás ülteti a foci rajongókat a képernyő elé. Például az NSO TV szakértőjét, Nacsa Olivért is. Ez már egy nagyon izgalmas, ez nagyon érdekes dolog lesz. Japán nagyon-nagyon biztató játékot produkált az elmúlt mérkőzésén Dánia ellen, tényleg fantasztikusan játszottak. Úgyhogy itt megjósolhatatlan. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon szoros, döntetlen, szagú, hosszabbításos meccsre lehet számítani. Segítünk a tippelésben. A Városliget egyik focipályáján megkértünk egy csapatot, hogy a japán válogatott színeit képviselje. Ők támadnak jobbról balra, míg a másik a paraguayi színeket képviseli majd. A meccs elindult, az első gól dönt. És a japán csapat vezetheti a támadását, le a szélre a labda, be középre. Megpróbálta levenni, de a paraguayi játékosnak sikerült felszabadítani. Hátulról indul az akció, elől a paraguayi csatár, ki szélre. A japánok védekezése jó volt, lehetett volna lőni, és ismét ki a szélre. Ez pedig hosszú volt. Jöhet Japán. Egy kötény, második nem jött össze, zicser. Ez pedig azt jelenti, hogy ebből Japán szerzett vezetést, tehát Japán jut tovább, legalábbis itt a Városligetben biztos. Hát a spanyol-portugál szerintem az angol-német után talán a második legjobban várt mérkőzés, ugye ibériai derbiről van szó, hát ez is több, mint presztízs mérkőzés a két országnak. Hát, nagyon-nagyon nehéz jósolni, a Spanyolországot mindenki első számú favoritnak tartja, de hát Portugáliát is elnézve, hogy Észak-Koreán átgázoltak, és elég biztató játékot Brazíliával abszolút partiban voltak, úgyhogy hát nagyon nehéz, ez is nekem ilyen nagyon-nagyon 11-es rugás, gyanús történet. Mindkét csapatban ilyen sztárok vannak, akik az európai futballnak és a világ futballnak is az egyik legnagyobb játékosai. Én spanyol győzelmet várok. Úgy gondolom, hogy a portugál csapat nagyon jól játszott, például Észak-Korea ellen, sőt a legutóbbi meccsén is, de ha a spanyolok összedik magukat, és fejben ott tudnak lenni ezen a meccsen, mert szerintem a legnagyobb bajuk az, hogy fejben nincsenek ott a mérkőzéseken, vagy nem bírják a stresszt, és azt a nyomást, ami rajtuk van, ugye favorit csapatként. Úgyhogy ha összetudják magukat szedni, akkor nyerni fognak a spanyolok. Ha viszont a portugáloknál lesz egy-két egyéni megmozdulás, mondjuk Ronaldónál, vagy akár bármelyik másik játékosnál, mert a portugálok is vannak velük, akkor lehet ez még egy érdekes meccs. Spanyolország nyer egyértelműen, reméljük, de még az is lehet, hogy a portugálok meglepetést okoznak. Ronaldo a portugáloknál, vagy Torres a spanyoloknál? Torres a spanyoloknál.